Tamás falva kicsiny, középbánáti falu mintegy 500 lelket számlál. Lakosai az idén harmadik alkalommal szerveztek Palacsinta Fesztivált. A falunap mellett ez a legnagyobb megmozdulás. Visszamenőleg a római korból ered, a római légiósok terjesztették el, és az 1300-as évek végén már leírt palacsinta receptet lehetett találni. Az ízletes palacsinták két kategóriában, a sós, illetve az édes palacsinták tálcáján kerültek a zsűri elé. A szakavatott főkóstolók azt is figyelembe vették, hogy milyen anyagokból készült a tészta. A Palacsinta Fesztiválnak nem csak gasztronómiai üzenete volt, hanem szerződéseket is kötöttek magyarországi és romániai barátokkal. Ez nagyon fontos, hiszen egy ablakot nyitottunk Hosszú Hetén számára, illetve Hetén számára is egy ablak, hogy újabb barátságok, kapcsolatok és tapasztalatokat ismerjük meg. Szintén Bánátban, Magyar Csernyén immár hatodik alkalommal szerveztek kakaspörkölt főzőversenyt, amelyen mintegy 15 település képviseltette magát. Erre a rendezvényre külföldről is érkeztek vendégek, úgyhogy ezúttal nemzetközi rangúvá lépett elő. Magyar Csernyének mintegy 1500 lakosa van, 90%-uk magyar. A legnagyobb gondom biztos, hogy a költségvetés kevés, a helyi járulék, de itt azt biztos lehet mondani, hogy az emberek mindig fölismerik, kiszavazzák a helyi járulékot, és akkor a helyi járulékból tudunk egy ilyen rendezvényt is támogatni. A gasztronómiai megmérettetésre mintegy 30 csapat jelentkezett. Az amatőr szakácsok pörköltjeit szakmai zsűri kóstolta végig, és díjazta a legízletesebbeket. Osztályozták a főzés módját, hogy milyen hagyományok alapján állították össze a pörköltet, és hogy milyen módon készítették elő a hozzávaló kellékeket. Szerintem a jó titka a kakaspörköltnek az, hogy szívvel, lélekkel és jó kedvel főzzük. Akkor biztos jó fog sikerülni. Mindkét rendezvényen a sütés-főzés mellett a tapasztalatcserének, a barátkozásnak és a szórakozásnak jutott a legfontosabb szerep.